Fontos információ! Szeretnénk felhívni a figyelmeteket együttműködő partnerünk a topkutya.hu kínálatára. Prémium minőségű, strapabíró kutya felszerelések, egészségmegőrző étrend kiegészítők, amik tökéletesek a bull típusú kutyák, de minden egyéb kutyafajta számára is. A Dogcast TV ajánlásával. És ugye van egy olyan pitbull terrier, ugye, akiről csak nagyon kevés szót említettünk, a United Kennel Club által regisztrált pitbull terrier, ami egyébként nyilván az egész fajta gerincét képzi, mert ugye innen indult el mindkét irányba ugye a szelekció, ugye az American Dog Breed Association által regisztrált pitbull terrierek ott kiszárólag munkára, sportra lettek szelektálva. A United Kennel Club esetében ott is nagyon fontos volt számukra a munkára való alkalmatosság, használhatóság, viszont azért ott nyilván egy konformabb megjelenés mellett, meg úgy az autentikus megjelenés mellett próbáltak maradni. A United Kennel Club kutyákról azt kell elmondani, hogy az egy olyan megjelenésű kutya, mint az amerikai Staffordshire Terrier, csak egy kicsit szebb. Tehát egy nagyon-nagyon szép, plasztikus izomzatú kutya, a lehető legtöbbször, amikor én találkoztam ezekkel a kutyákkal, ezek nagyon nyitottak, nagyon temperamentumos kutyák, nyilván megőrizték azokat a viselkedési jegyeket, amiket annak idején ugye magának tudhatott ugye akár a legelső pitbull terrier is, akit annó Domina létrehoztak, de egy csodálatos kutyafajta, itt is nyilván jellemzően mindenféle szín megengedett, amit ugye elfogad a standard, ugye azt nagyon fontos megemlíteni, hogy például Merle színű amerikai pitbull terrier nincs, tehát az keverék kutya. Egész egyszerűen azért nincs, mert nem ad a genetikája ilyen szint. Tehát a Merle színű kutyák, ha bárki is hivatkozik rá, hogy Merle színű pitbullja van, vagy Amstaffja, az valószínű valami mixet kapott ajándékba, vagy vett drága pénzért. Nos, tehát a United Kennel Club által regisztrált kutyák, azok állnak igazándiból az Amstaff után a legközelebb hozzám. Megjelenésében, karakterében, az egész attitűdje egy olyan nemes és közben a nemessége mellett egy puritán kutyát látunk. Tehát tényleg egy olyan kutyát, aki valóban magán hordozza küllemében a gladiátor jegyeket, tehát egy nagyon szép izomzatú, erős csontozatú, nemes fejtartású, tényleg csodálatos kutyák. Ebből itt a kelet-európai érában nem nagyon sokat látunk ezekből a kutyákból, mert ugye itt a 80-as évek végén, 90-es évek elején zömében Jugoszláviából, az akkori Jugoszláviából kerültek föl ugye a Magyarországra is, ugye itt a környező országokba pitbull terrierek, ezek már American Dog Breed Association által regisztrált kutyák voltak. A legtöbbször, tehát hozzáteszem, hogyha meg visszalapozunk ezekbe a régi kutyaújságokba, ott is találunk egyébként Magyarországon hirdetett United Kennel Club által regisztrált kutyáktól kiskutyákat, amik hát később ugye beolvadtak itt az ADBA által regisztrált kutyáknak a genetikájába. A Jugoszláviából nyilván azért kerültek föl Magyarországra is ezek a kutyák, mert ugye akkoriban elkezdődött egy ilyen hát fogalmazunk divatnak, hogy ezeket a kutyákat harcoltatták nyilván az Egyesült Államokban is, onnan átkerült nyilván ide Európába is, amerikai katonákon keresztül, tehát Amerikába utazó embereken keresztül ugye ez a dolog.
de hozzáteszem, Európában, Hollandiában volt először pitbull terrier, a legjobb tudomásom szerint, még az 1800-as években őnek már volt. 1800-as? Igen, hát ha visszatekerjük a beszélgetésünk fonalát, akkor úgy már tudjuk, hogy már volt akkoriban is pitbull terrier, de az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején nekik már volt ott egy-két pitbull terrier, nyilván borzvadászatra meg ilyenekre használták zömében. Na és akkor itt jönnek ugye a képbe ugye ezek a Jugoszláviából behozott kutyák. Ezek a kutyák, ezek szinte kizárólag harcra lettek tenyésztve, és ez is volt a lehető legfontosabb szempont, ugye nyilván ezeknél a Kelet-Európában tenyésztett pitbull terriereknél, hogy a legnagyobb harapóerővel bírjanak az elején, aztán később változott ez, miután nyilván mélyebbre olvastak az akkori tenyésztők, meg a későbbiek is, hogy ugye van a gameness, ugye a game tulajdonság, ami egyébként több órás verekedést is tud eredményezni. Ezeket a dolgokat később nyilván észrevették az emberek, meg hát olyan kutyákat is behoztak, akik már bírtak ezekkel a tulajdonságokkal, és nyilván picit az értékrend megváltozott az embereknél. Én nem állítom, hogy ez bármilyen módon is jó, mert ugye alapvetően kutyát verekedtetni, ezért lássuk be, nem az egyik legelegánsabb sport, mert hát hogy nyilván itt az állatvédelmet is figyelembe kell venni, alapvetően itt a kutyának azért vannak érzései. Akkoriban bejöttek ezek a kutyák, és egy új dimenziója lett itt Magyarországon is ugye a kutyatartásnak, a kutyás világnak, mert ugye addig voltak itt Magyarországon kemény kutyák, ahogy egyébként nyilván mindenhol, ugye a Doberman, óriás Schnauzer, Rottweiler, és akkor bejött egy ilyen 20-20 akárhány kilós kutyus, és fölborította ugye azt a tézist, hogy a nagyobb a legerősebb, mert ezeket a kutyákat, ezeket a lehető legkeményebben szelektálták. Itt semmiféle olyan dologra nem kell gondolni, hogy bántották őket, hogy ilyenek legyenek, vagy akár meg is egyszerűen tehát akkor, amikor ugye ezeket a kutyákat meccseltették kint, akár Amerikában, ugye a fajta egyik őshazájában, vagy itt az európai érában, ott egy valami nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ezek a kutyák a lehető legbiztonságosabban legyenek harcoltatva. Itt a legnagyobb biztonság nyilván az ember, hát ki lenne más, ha nem a legönzőbb élőlény a Földön, ugye az ember okán legyen biztonságos ez a dolog. És azokat a kutyákat, akik emberre bármiféle agressziót mutottak, kiszelektálták, kvázi megölték őket. Tehát ezek a kutyák nem is kerültek tenyésztésbe, nem kerülhettek tenyésztésbe, mert egy ilyen csatában, amiben ez a két kutya mondjuk tegyük föl részt, ez legalább három ember van, ugye a bíró, meg a két handler, ugye, aki beengedi ezt a két kutyát, nem beszélve a kiváló nézőközönségről is, tehát nem lett volna túlságosan biztonságos mondjuk egy harapos kutyát verekedtetni, és ezek szépen ki is lettek a csodába szelektálva. Egyszerű oknál fogva úgy hívják ezt, hogy az a kutya, aki nem a munkájával foglalkozik, az nem alkalmas rá. És ugye ennek a kutyának ez volt a feladata, hogy verekedjen a másik kutyával. Ez az oka annak az érdekes kettősségnek, amit az átlag emberek, vagy ilyen kutyákkal nem találkozok, döntözöm, mert nem hiszel, hogy általában ezek a más kutyákkal szemben meglehetősen agresszív és rendkívüli módon hatékony kutyák, emberrel szemben viszont általában abszolút szelidek. Igen, így van. Így van, tehát ezeket a kutyákat elsősorban kutya elleni harcra tenyésztették, ugye nyilván főleg ebben a környezetben, de mondom, hangsúlyozom, hogy a beszélgetésünk elején is mondtam volt, hogy ez az egész populációnak 1-2%-a. Csak ez az 1-2% is, mivel hogy populáris a fajta, nagyon sok. És nyilván itt a sajtó is tett róla, hogy mondjuk ennek a kutyafajtának lehetőség szerint ne legyen a legjobb híre. És hát ilyen háttérrel elég nehéz jó hírt generálni, mint amit ugye a kutya tulajdonosok, ugye akik ezeket a kutyákat verekedtetik, generáltak. Egy nagyon ezzel kapcsolatos, nagyon régi
vitatéma kutyások között, hogy a pitbull típusú kutyák, vagy ha az Amstaffról beszélünk, az Amstaff jó munkakutyák-e? Mennyire alkalmasak például területőrzésre, vagy személyvédelemre, vagy házőrzésre? Tehát mit érdemes a nézőknek tudni ilyen típusú munkaképességükkel kapcsolatban? Az amerikai pitbull terrier, vagy az amerikai Staffordshire terrier, mert ugye genetikailag ez egy azonos fajta, egy nagyon kiválóan tanítható kutyafajta, nagyon-nagyon szeret megfelelni a gazdájának, nyilván ezért is képes olyan emberfeletti dolgokat megvalósítani, amire az ember egyszerűen nem tudja feldolgozni, ez hogy sikerült, és mégis megcsinálja a kutya. Tehát effektíve a kutya szinte mindent meg fog tudni tanulni, megtanulja rendesen az őrzővédi sportban az őrzővédő dolgokat, de sportnak tekinti a legtöbb esetben. Nyilván itt is vannak egyedekre jellemző tulajdonságok, amik mutathatnak egyébként védőösztönre mutató magatartást, mert ugye ne felejtsük, ez így ösztön, tehát benne van a kutyában, tehát nem csak a vadász ösztön, amire ugye ki lett élezve ugye a zsákmányszerző ösztön, amire ki lett élezve, vagy a pitbull terrier tenyésztése, hanem ugye ott van a védőösztön is, ami hát nyilván bizonyos heccelésekkel azért csak elő tud bukkanni, vagy tényleg vidáman előjön mondjuk egy kutyába. Ez nagyon fontos, hogy ide vannak különböző karakterű állatok, ugye, hogy emberek is. Egyik kutya ilyen, másik olyan, de összességében azt kell mondjam, hogy ezek a kutyák, tehát mind az Amstaff, mind pedig a pitbull terrier, ezek nem területőrző kutyák, nem is nagyon alkalmasak rá. Azért, mert pusztán a jó indulatukból kifolyólag ezek a kutyák nem szívesen harapnának meg embert, hanem muszáj. A másik meg az, hogy nyilván ha már valakit megharapnának, az leginkább kutya lenne. Egész egyszerűen azért, mert azok a dolgok, amikre ezek a kutyák létre lettek hozva, ezek nem fognak eltűnni a genetikájából. Ezek a kutyák, ezek nagyon jól tudják, hogy tudnak a lehető legeredményesebben küzdeni a másik állattal szemben. És legyünk őszinték, néhány kutya még kifejezetten szereti is ezt csinálni. Mitől ennyire jó küzdők ilyen kutya-kutya elleni küzdelmekben a pitbull terrierek? Miért ennyire? Mi teszi őket erre ennyire alkalmassá? Van erre egy kifejezés, az pedig úgy hívják, hogy ring intelligencia. Tehát ezek a kutyák, ezek olyan hihetetlen mód intelligensek, mint egy kutyafajta sem. Egész egyszerűen azért, mert itt az életben maradási ösztön. Mármint ezen a területen. Alapvetően igen, és ez a ring intelligencia egyébként a későbbiek folyamán, tehát hogyha az ember nem harcoltat, tehát nem harcra használja ezt a kutyát, ez ugyanúgy fel tudja használni más irányba is, mert nekem gyerekkoromban ugye óriás lógyszerem volt, hogy a Dobermanom, kutyakiképzéssel foglalkoztam, sokáig, a mai napig látogatok aktívan kutyaiskolát, tehát tényleg az egyik nagy szenvedélyem a kutyaiskola, és látom azt, hogy ezek a kutyák, ezek imádnak dolgozni, és sokkal ügyesebben felmérik a helyzetet egyébként, mint sok más egyébként fajtársaik, direkt ezt a kifejezést használtam, és nem fajtatársaik, a fajtatások meg alapvetően hasonló intellektussal bírnak, hanem is azonossal, mert nyilván itt is ugye karakterek és külön személyiségek vannak a kutyák esetében is. Tehát alapvetően azt kell mondjam, hogy az a gameness, amivel rendelkeznek, ugye az nyilván az önmagán felül kerekedést ezt is örökölni lehet, mert vannak olyan vérvonalak, amik game vérvonalak, vannak olyan, amik meg nem game vérvonalak. Akkor abban az esetben, hogyha mondjuk egy game kutyát tenyészt ugye az ember, mert ugye rendelkezik ugye genetikailag ezekkel a tulajdonságokkal a kutya, akkor az akár még ha a legbutább is, ezt a kifejezést használva kicsit bántó lehet egy kutya szerető ember felé, de nyilván itt is van intellektus spektrum, és még a legbutább kutya is akár, hogyha nem túl kemény szájú a másik állat, az órák hosszat el tudnak egymással birkózni, úgyhogy eredményt nem mutat ugye ez a dolog objektíven, mondjuk egy külső szemlélő számára. Addig mondjuk egy ring intelligencia ki tudja számítani a másik kutyának a viselkedését, a ritmusát,
az offenzív vagy defenzív hozzáállását éppen az aktuális szituációhoz, amit éppen megélnek. Tehát ez az intelligencia emeli föl szerintem egyébként minden kutya fölé egyébként a pitbull terrier, tehát egy ilyen hihetetlen intellektualitással bíró kutyafajtáról beszélünk, amit egyébként szerencsésen az amerikai Staffordshire terriert zömében örökölt. Szintén az előző kérdéshez kapcsolódó kérdés, amit gyakorta hall az ember, hogy tehát ilyenek hangzanak el a pitbullokkal kapcsolatban, hogy a testméretükhöz képest nagyobb a tüdőkapacitásuk, tehát emiatt jobban bírják az ilyen típusú küzdelmeket, erőfeszítéseket. Nem tudom, ezekben van-e bármiféle igazság, vagy ezek ilyen mendemondák? Hát a tüdőkapacitás azt egy pillanat alatt el lehet intézni, egyébként egy leforrázott kutya az hamar elveszíti a tüdőkapacitásának zömét, tehát ugye effektíve itt már meg is dőlt az elmélet. Itt nem arról van szó, egész egyszerűen a pitbull terrier akkor, amikor küllemében nézzük, az egy sokkal atletikusabb kutya, mint általánosságban a többi kutya. Nem beszélve a mentális képességéről, tehát a kutya, ő mentálisan tud, simán felméri bármelyik kutyával a szituációt. Nekünk annak idején, amikor volt pitbull terrierünk, semmilyen más kutyával nem verekedett össze, viszont messziről kiszúrta, akár mint 100 méterről is, hogyha pitbull terrier volt a közelében. Tehát olyan rezgéseket le tud venni, amiket szerintem más kutya nem. Tehát úgy, hogy szöszmösz kutyák mellett sétált, játszott, pajkoskodott, semmiféle kutyával tényleg soha semmiféle probléma nem volt, meglátta a játszótéren, mondom, ez a mi hibánk volt, ezt el kell, hogy mondjam, tehát itt a kutyákat egyáltalán nem szabad hibáztatni, ez tényleg egy véletlen eset volt, lehozta a leányzó ugye a pitbull terrierét, amilyen kutya len volt, játszottunk, dobáltuk a labdát, hopp, észrevette a másik kutyát, úgyhogy simán elfutott a német juhász mellett, a névtelen, fajta nélküli buksi mellett, nem érdekelte, tudta azt, hogy ez a kutya alkalmas arra, hogy ők birkozzanak egy kicsit. Senki az ég adta világon nem vette észre egyébként, csak mi ketten, ugye a másik kutyának a gazdája, meg mi. Szétszedtük őket, és mentünk tovább. Tehát effektíve hihetetlen, hogy milyen érzékenységük van erre. Egy igazán intelligens pitbull terrier simán le tudja vágni a másik kutyának a harcra való készségét. Tehát bocsánat, hogy így fogalmazok, kineveti a többi kutyát. Tehát nekik általánosságban a többi fajta vagy fajta nélküli kutya az nem ellenfél. Tehát effektíve én azt kell, hogy mondjam, hogy a pitbull terrier az a kutyafajta, amit az ember, ha nem is a legnemesebb okokból, de a legtökéletesebb kutyafajtát hozta létre. Beszéltünk a pitbull terrierekről, hála neked beszéltünk az Amstaffokról. Mi a véleményed, hiszen nagyon sokan kérdezik, és az utóbbi időben megjelent, mi a véleményed az úgynevezett XXL pitbull terrierekről, vagy pitbullokról? Tehát a nagy termetű pitbullokról. Igen. Nos, tehát el kell mondjam, hogy az elején, amikor ezeket már az XXL pitbull terrierek létrejöttének az elején, ott volt egy David Wilson nevű krapek, ő a Razor's Edge kennelnek a tulajdonosa, ő még egyébként pitbull terriereket hozott létre. Őneki az volt az elképzelése, hogy nagy termetű erős kutyákat fog összefedeztetni, és a méret lesz a szelekciós szempont, nyilván a kutyáknak a karakterét megőrizve, és ez a faszi. Ez ugye beszéltünk az átjárhatóságról, tehát a United Kennel Club és az American Kennel Clubnál regisztrált kutyáknak a felhasználhatóságáról. Ő ezeket a kutyákat elkezdte keverni, ugye az American Staffordshire Terrier vérvonalakból több erősebb kutyát felhasznált. Az a United Kennel Club által regisztrált kutyákkal, és az American Dog Breeders Association által regisztrált kutyákat is összekevergette, és akkor szépen lassan lett belőle egy ilyen nagyon erős, nagyméretű, csontos,
amerikai pitbull terrier. Na most hát nyilván itt az ember ugye alapvetően, az emberiség zöme ugye abszolút gigantomániás, és hát ugye ez a nagy se elég, és akkor csináljunk óriást. És innen kezdődött ugye az a dolog, amit én már nem hívnék pitbull terriernek, mert nyilván belekevertek mindenféle molosszeid típusú állatot, ami hát megváltoztatta egyrészt a kutyának a küllemét is, másrészt meg a karakterét is. Inkább ilyen bendogosok ezek a kutyák, vagy még az annak se nevezhetőek? Tök őszintén megmondom, nem tudnám meghatározni, miket rakhattak bele, elképzelésem van róla, de most az, hogy bendog, tehát hogy a bendog, azt tudjuk, hogy az angol száz szövegkörnyezetben az a láncra vert házőrző kutyát jelent, a bendog, ő a láncos kutyát jelent, és ugye ezeknek ugye az eredeti amerikai receptje az a pitbull terrier és a nápolyi masztiffnak az összekeverése, és ebből lesz az original bendog. Aztán ugye voltak itt az európai bendog mixek, ugye itt volt a svájci bendog, ami 5 fajtából rakták össze, és akkor voltak különböző receptúrák, amiket az emberek ugye a saját fantáziájuk szerint rakosgattak össze. Lövésem nincs, nem tudom megmondani, hogy mit rakhattak hozzá. Elképzelhető, hogy valami masztifféle, most itt a Napoletano Mastinóra gondolok, egész egyszerűen azért, mert zömében kékek ezek a kutyák, tehát nagy vastag bőrű, nehezebb a bőrszerkezetük, eltűnt teljesen ugye az ajkak szárassága, egy ilyen angol kifejezéssel élve lippi, tehát ugye a kiforduló szájszeglettel rendelkeznek zömében, amíg ugye a pitbull terrier standard, vagy akár az amerikai Staffordshire terrier standardje is szigorúan leírja azt, hogy száraz, feszes ajkak. Tehát ugye nem lóghatna ugye ez túl ugye a kutyának az állánál lejjebb. Tehát igazándiból azt kell mondjam, hogy ezek valószínűleg valami molosszer keverékek, és hát ugye itt jön be ugye a pedigréknek ugye a nem túl valós jelenléte, mert hát ugye akkor, amikor beszélünk arról, hogy ezek 100%-os pitbull terrierek, akkor megkérdezhetné akár egy régi veterán pitbull terrier tenyésztő, hogy ez hogy lett ekkora, és hogy miért így néz ki, amikor látjuk azt, hogy ebből a pedigréből nem akadhat ki ilyen kutya. Tehát itt azért voltak nyilván olyan kitisztázások, ami kutyának a származását rajzolták át. Utolsó kérdésként hadd kérdezzem meg, hogy te több mint 30 éve foglalkozol ezekkel a kutyafajtákkal. Mi a te tapasztalatod? Melyik az a gazda típus, vagy kutya kedvelő típusú ember, akinek te semmiféleképpen nem javasolnád sem a pitbull terriert, sem az Amstaffot? Hát a lusta embernek semmiképpen nem. Az érzelmileg labilis embernek ugyancsak nem. És azt kell mondjam, hogy alapvetően kutyát sem javaslok mindenkinek. Tehát itt ez egy fő kérdés. Tehát, hogy alapvetően itt a mai társadalom, ugye az egy abszolút urbánus környezetre van fölépítve, és itt az elvárosiasodás okán, ugye mit csinálunk, ugye az egyszeri ember hazajön a munkából, bekapcsolja a nagy, mit tudom én, 100 akárhány centi képátmérejű lapos tévéjét, beül az épp kedvenc sorozat elé, és jó esetben elkezdi ölelgetni a kutyáját a pamlagon. Na most ezek a kutyák zömében nem alkalmasak erre az életvitelre, egész egyszerűen azért nem, mert ezeket a kutyákat úgy hozták létre, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjanak megfelelni a kutyának, a gazdájának az igényeinek, ami egyébként nyilván munka, és nem pedig a pamlagon való heverészés. Én nem állítom, hogy egy kutya nem tud alkalmazkodni a kutya gazdinak az életszokásaihoz, mert de igen, de alapvetően azt gondolom, hogy a kutyának a lehető legjobb az, hogyha a legtöbbet tudjuk neki megtenni, tehát effektíve a kutya igényeit kell elsősorban szem előtt tartani, és nem pedig az, hogy mi nekünk most éppen egy nagyon fashionable kutyafajtát kéne magunkhoz hazahoznunk, még ha egyébként lövésünk sincs a kutyának, a kutyafajtának akár a múltjáról, akár pedig magának a kutyafajtának a fizikai igényeiről, mert ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát úgy, ahogy vannak különböző fizikai igényű
emberek, ugyanúgy vannak kutyák is. És akkor még el kell mondanom, ugye, hogy az almon belül is lehetnek különbségek. Tehát ugye nyilván az egyik kutya ilyen, a másik olyan, a harmadik amolyan, de alapvetően azt kell mondjam, hogy ez a fajta típus, tehát ugye a pitbull terrierek hívjuk így, mert most igazán az, hogy három felé van törzskönyvezve, jó esetben ugye ez a fajta, ez tényleg csak a kutyának a nevét változtatta meg, más nem igen. Ez nem alkalmas egyébként mindenkinek, tehát tudom azt, hogy az emberek zöme, ego által van irányítva, és ugye nyilván nekem nem mondja meg senki azt, hogy nekem milyen kutyám legyen. Én tudom azt nagyon-nagyon jól, hogy akár saját tapasztalatból is, nekem is volt olyan kutyám, amit el kellett ajándékozzak, mert nem voltam alkalmas rá. És nem a kutya nem volt alkalmas arra, hogy az én kutyám legyen, hanem én nem voltam alkalmas arra, hogy ennek a kutyának én legyek a gazdája. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy az ember szembenézzen a saját hibáival, a saját lehetőségeivel is, és ezek után mérlegelje, hogy ő alkalmas-e arra, hogy akár pitbull terrierje, vagy akár amerikai staffordshire terrierje legyen.